Noha már nem kötelező, sokan még mindig maszkban szállnak fel a buszra Nyíregyházán. Az utasoknak több menetrendváltozáshoz is alkalmazkodniuk kellett az elmúlt hónapokban. Ezek bevezetésének oka, hogy a járványhelyzetre gyorsan kellett reagálni. A korlátozások majd az enyhítések lekövetése mellett az utasok észrevételeit is figyelembe vette a menetrendeket a Volánbusz ZRT-vel és a Mobilissimus Kft-vel közösen kidolgozó városi önkormányzat. Visszajelzésből pedig nem volt hiány. A lakók inkább, hogy mondjam, jobbító szándékú véleményeket fogalmaztak meg. Egy-egy perc módosítást kértek, most néhány perc módosítást kértek annak érdekében, hogy mondjuk elég hamarabb be tudjanak érni a munkájukra, hogy el tudjanak érni egy vonatot. Ezeket próbáltuk általában most is korrigálni, illetve a mostani módosítás ugye nyilván egy olyan ellenőrzés eredményeképpen, ha végezzünk el, főleg a nem sűrű, vagy nem a nagy időszaki menetrendi járatok időszakában, amit azt követi le, hogy ténylegesen egy autóbusz mennyi idő alatt tudja megtenni az útját, tehát feleslegesen ne kelljen neki lassabban közlekedni, hogy be tudja tartani a menetrendet, és ne is menjen el, ne közlekedjen el, vagy gyorsabban el a megállóból, mert az se lenne egy szerencse is. Az utasok észrevételeinek figyelembevétele mellett a városban működő nagyvállalatokkal is folyamatosan konzultálnak, és utasszámlálást is rendszeresen végeznek. Mindezek eredménye, hogy július 4-én szombaton újabb menetrend lép életbe, melyben a legfontosabb változások, hogy 55-ös jelzéssel új járat indul hétvégente Örökösföld és Józsaváros felől Sóstú gyógyfürdőre, és még több busz jár majd a nagy foglalkoztatókhoz. A menetjegy és bérletárak azonban maradnak a régiek. Ezt követően augusztus 20-án érkezik az újabb hálózat és menetrend, melynek teljes bevezetése az év végére történik meg. A megyeszékhelyen közben egy modern telephely kialakítása is a közeljövő tervei között szerepel. Mivel az elmúlt év őszén a kormány beindította a zöld busz projektet, ami az elektromos buszokra való átállás jelenti néhány év alatt, tehát elég feszes az időpont. A Megyeigúvárosok Szövetsége 7 megyeigúvárost ajánlott, Nyíregyháza közte van, tehát mi ott vagyunk ebbe a projektnek az élén, és ráadásul már a tervezésbe be tudjuk ezt kapcsolni. Tehát ez a telephely olyan lesz, hogy nem csak gázüzemű, hanem elektromos buszoknak a töltését, szervizelését, kiszolgálását tudja majd biztosítani. Nyíregyháza buszflottája néhány év alatt szinte teljesen kicserélődött. Az új CNG és elektromos üzemű buszok pedig nem csak szebbek és modernebbek a korábbiaknál, hanem a környezetet is jobban kímélik. Az önkormányzat célja továbbra is a helyi tömegközlekedés tudatosan tervezett utasbarát fejlesztése. Ezt szolgálja a Volánbusszal tavaly megkötött 10 éves szerződés is. Mint a szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbi veszteséges üzemeltetés már az ellenkezőjébe fordult. Tavaly már közel 150 millió forint maradt a város kasszájában.